Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Olvasom Isten igéjét a Péter apostol első levele második fejezetének 21. illetve 23. verséből a következőképpen. Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Eddig tart Isten igéje. Keresztény testvéreim, kedves tévénézők, Jézus töretlenül győztesként járta az ő útját, hűség mint halálig, mondhatjuk, hogy ez volt az ő jelszava. A sok gyalázás és szidalmazás alatt meggörnyedt és hajlíthatatlan maradt. A megváltó hallgatva tűrt mindent, nem szidalmazott, nem fenyegetőzött, még csak nem is panaszkodott. Hallgatása mögött nem volt dac és nem volt harag. Csendesen és készségesen adta meg magát az Atya akaratának. Hátát odaadta a verőknek, és arcát a szaggatóknak, arcát nem fette be a gyalázás és a köpködés elől. Olyan megbecsülésben volt része Isten részéről, amit nem rutíthatott el emberek megvetése és árulása. Vajon rossz-e valaki azért, mert az emberek rossznak tartják, és sárról dobálják? Testvéreim, csak a bűn szégyenít és becstelenít meg. Az Úr Jézus szidalmazták, de ő fölülmaradt minden szitkozódáson. Mindent annak a kezére bízott, aki igazságosan ítél. Nem akart bosszút állni ellenségein, hanem azt az igazolást várta Istentől, amiről ő maga lemondott. Keményen vádolták Pilátus előtt. Jézus azonban hallgatott, magára vállalta a vádaskodásokat, hiszen neki bűnössé kellett lennie. Mire való tulajdonképpen a mindenféle védekezés? Ne szállj szembe a gonoszszal, azaz a gonosz emberekkel, ezt parancsolja Jézus. Ő maga ezt szerint cselekedett, és nem ellenkezett velük. De ha valaki az Atya dicsőséget megsértette, vagy az igazságot lábból tiporta, akkor nagyon is tiltakozott. Amikor őt magát kínozták, akkor viszont hallgatott. Ami emberi természetünk szerint mi fordítva teszünk mindent. Ha becsületünkbe taposnak, felindultan tiltakozunk, de ha Isten dicsőségét sértik, közönösen és gyáván hallgatunk. Jézus csak Atyánál keresett igazolást, az emberek gonosztevőként megfeszítették, de Isten feltámasztotta és dicsőséggel koronázta meg. Bárcsak mi se igazolnánk magunkat. Ha Isten szabaddá tett, mit árthat? Testvéreim, ma emberek vádolnak. Isten mondja ki amúgy az utolsó szót. Ha ő megkegyelmezett és felfüggesztette, vagy elengedte a büntetést, mit árt az embereknek a vádaskodása? Kitalált hazugságaik nem bántanak már. Isten napvilágra hozta ártatlanságunkat, ezért legyünk csendben és várjunk. Jézus hallgatása igenis szégyenítsen meg minket, ha indulatból jövünk és lármázni, zugolódni kezdünk. Ragyogjon előttünk példaként, és legyünk olyan csendesek, mint ő. Most is mindörökké. Amen. Erős várom Istenünk.